Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 176. dicséretet énekeljük. Ez sajnos egy nagyon ritkán, általunk ritkán énekelt szép középkori dallam, ezért kétszer fogjuk elénekelni. 176. dicséret, szent, szent, szent. Elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 488. dicséret verseivel. Végig énekeljük, így kezdődik, szent vagy. Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Urunk, teljesíts be most is ezt az ígéretet. Jelenjék meg közöttünk és bennünk a te dicsőséged.
Amen. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és ennek a kegyelemnek az örömhírét hallgassuk meg, úgy, ahogyan az írva található az Ószövetségben, Ézsaiás proféta könyvének a 6. fejezetében helyünkön maradva hallgassuk Isten írott igéjét, tehát Ézsaiás könyvének a 6. fejezetét olvasom. Uzziá király halálának évében láttam az Urat, amint egy trónon ült, magasztos volt és felséges palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak fölváltva: szent, szent, szent a seregeknek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: jaj, elvesztem, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: íme ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt: menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem: meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyatott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik. Áldja meg a mindenható az ő igényének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását. Fönnállva imádkozzunk. Dicsőség neked, Istenünk, aki nem csak a teremtésben mondtad, hogy legyen világosság, hanem adventi kegyelmed fényével is megajándékoztál bennünket, ami Urunk Jézus Krisztusban. Hála neked, hogy szent lelked által világosságot gyújt a szívünkben, hogy meglássuk dicsőséged ragyogását Jézus Krisztus arcán. Jöjj el hozzánk, Úr Jézus, mert te vagy a világ világossága. Tedd a te gyülekezetedet fényed hordozójává, hogy úgy fényjék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy látván a mi jó cselekedeteinket, dicsőítsék a mi mennyei atyánkat, akivel a Szentlélek közösségében élsz és uralkodol, hogy az idők végén az egész világnak megjelenj. Amen. Helyünket elfoglalva a 307. adventi énekünket énekeljük, így kezdődik: dicséretet mond nyelve mindennek. Dicséretet mond nyelve.
jelve mindennek. Teléked könyörű, gyülekezet szeretett testvéreim, az előbb hallott igerészből néhány verset külön is kiemelek, és kérve Isten megvilágosító szent lelkét ennek alapján kívánok szólni. Tehát Ézsaiás könyvének a 6. fejezetéből, a 4. verstől a 9. versig így szól Isten igéje. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Szájamhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Eddig Isten írott igéje. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, minnyáján tudjuk, hogy advent 4. vasárnapján járunk, és
A felolvasott ige rész pedig azt jelzi, hogy én igyekeztem megmaradni Bibliaolvasó kalauzunk ajánlásának, ahol a napokban kezdtük el olvasni Ézsaiás próféta könyvét, és ebből a könyvből most az úgynevezett elhívási történetet olvastam föl. Azt szeretném, és ebben bízom, és Isten lelke ehhez adjon nekünk erőt, hogy e történet kapcsán adventi hangsúlyokkal, de mi is közelebb kerüljünk a mi Urunkhoz, aki az advent beteljesedésében, karácsonyban jön felé. Mi ennek az első lépése? Bár a felolvasott igerészből egyértelműen nem derül ki, de az írás magyarázók azt mondják, hogy szinte biztos, hogy ez a látomás, ez az elhívási vízió a jeruzsálemi templomban találta meg a prófétát. Hogyan lehet közelíteni Istenhez? Úgyhogy közelítek az ő házához. Egy olyan korban és egy olyan világban élünk, ahol egyre többen, talán tudatosan, mások talán közönyből, vagy esetleg feledékenységből, vagy ki tudja miért, de távol tartják magukat a templomoknak a világától. Ha egyszerűen szeretném megfogalmazni az indító gondolatot, az így hangzik, ha semmi másért, de azért, hogy az életben legalább egyszer egy ilyen közvetlen Isten élményben legyen részünk, érdemes eljönni az Úrházába. Lehet, hogy a próféta is, talán úgy, mint közülünk sokan, rutinszerűen ment a templomba, az imádságházába. Aztán egyszer csak, akkor, amikor az Úristennek kedves volt, és a próféta számára ez meghatározóvá vált, hiszen rögzítette, hogy Uzziá király halálának az évében egyszer csak az Isten egész konkrét módon belépett ennek az embernek az életébe. Hangsúlyozom, a templomban. Minden korok templomai régen is, meg ma is hordoznak tisztátalanságokat. Leginkább azért, mert bejövünk ide. A sor elején a pap meg, magamról is beszélek. De a szent, a tiszta eljön ebbe a világba, hogy megérintse, megszólítsa, hogy magához emelje, hogy maga elé állítsa az embert. Ez történik Ézsaiás prófétával is. A képek összemosódnak, egyrészt Ézsaiás bepillantást nyer a mennyei Isten tiszteletre. Nem olyan régen Bibliaórán beszélgettünk arról, hogy kik is voltak a szentírók, és akkor valami ilyen meghatározást mondtam, hogy azok, akiknek az Isten megengedte, hogy belelássanak az ő világába. Ez megadatott Ézsaiásnak is. És én bízom benne, hogy annak, aki az Istenhez közelít, aki kinyitja a Szentírást, aki közösségben van, történetesen a templomban, annak megadatik az, hogy belelásson az Isten világába. Ennek a világnak a valóságát, ahonnan jövünk, azt elég jól ismerjük. Van, akinek ebből már elege van. Csömöre van. Isten igéje nekünk ma nem azt üzeni, hogy vonuljunk ki ebből az ember világból a pusztába, és legyünk remeték, hátunk mögött hagyva a sok bűnt és tisztátalanságot, hanem azt kéri, hogy az ő házába engedjük, hogy ő megérintsen, és megszólítson bennünket. Nagyobb és döntőbb, életet formáló esemény, mint amikor az ember az Isten színe elé állhat,
nincs. Magához emel az Úristen. És ebben átélhetem, hogy bármilyen kicsiny vagyok. Ha saját magamra nézek, sok szempontból alkalmatlan vagyok. Az Isten mégis méltóztat engem. Arra, hogy magához öleljen, aztán majd a folytatásban arról fogok beszélni, azért, hogy megbízzon és elküldjön. Miért nem könnyű az Isten előtt megállni? Hát leginkább azért, mert ott az ember átéli azt, hogy én valóban parányi vagyok. Egy öntetszelgő világban, ahol a törpék is óriássá szeretnének nőni, és nem érzik ennek a komikumát. A kortárs ember nem nagyon érzi, hogy miközben fölfelé gebeszkedik, eközben az derül ki, hogy mennyire gyönge, kicsiny, és mennyire nyomorult. Az Isten színe előtt pontosan, hibátlanul, tisztán és világosan meglátom, hogy ki vagyok én. Önmagamban valóban, maradjunk meg Ézsaiás szavánál, tisztátalan ajkú, mert tisztátalan nép között lakom. Egy szóval, még egyszerűbben, bűnös ember vagyok. Aki igazából nem vagyok méltó és érdemes arra, hogy ő szóba álljon velem. Hogy eljöjjön hozzám. Hogy méltóztasson a vele való találkozásra. Átélem, hogy ez vagyok. De ezt követően, felolvasott igeszakaszból ez is kiderül, hogy miközben az ember ezt meglátja, ezt a kifejezést gyakran használom, hogy belátás. Az életünkben fordulat akkor történik, ha bizonyos dolgokat belátunk. Addig, amíg fújjunk a magunk igazát, és megmaradunk az öntetszelgésben, addig nem történik semmi. Lényegi dolog. De amikor meglátom azt, amit meglátott a próféta, hogy bűnös és tisztátalan vagyok, akkor valami elindul. Sőt, nagyon gyorsan azt hallja a megszólított, hogy megbocsátattak a te bűneid, és tisztátalanságod elvétetett. Az Úristen az ő szavával, az ő jelenlétével megtisztít bennünket. Nincs arra szükség, szeretett testvéreim, hogy én innen a szószékről elkezdjek moralizálni, és elmondjam azt, hogy a környezetünk, ez a kortárs világ mennyire tisztátalan. Maradjunk csak a nyelvezeténél. Stílust nem tudok mondani nagyon sokszor, mert stílustalanság az, ami áthatja ezt a világot. Hanem én csak azt szeretném elmondani, mert gyakran erre utalok, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi ettől mentesek vagyunk. Nehogy bárki közülünk azt gondolja, hogy mi makulátlanok vagyunk. Mert ennek a világnak a dolgait, jelenségeit és tisztátalanságát hordozzuk. Az Úristen akkor és ott történetesen ezzel az izzó parázssal megtisztítja az ő prófétának az ajkát. Az Isten tüze, az a bizonyos naptámadat, amely fölragyog a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelével, nem a perzselő és nem az emésztő tűz, nem az, ami megéget. Az emberek szava, az emberek odamondása, az, ami perzsel, az, ami éget. Az Isten szava megtisztít. Az Isten szava meggyógyít. A proféta átéli azt, hogy az Úristen kiemeli ennek a világnak a valóságából. Ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos dolog. Az egész Szentírás arról beszél, hogy azok, akik kapcsolatba kerülnek az Istennel,
azok először is átélik azt, hogy az Isten magához öleli őket. Ezt az elfogadtatást, ezt a benne való megnyugvást, kiemelést a világ valóságából. Ez egy nagyon lényeges és fontos dolog. Én elég sokat beszélek erről, most is hadd kanyarodjak ide. Meggyőződéssel vallom, hogy egy keresztény közösség akkor tudja megőrizni önmagát, az önazonosságát, az Istenhez való tartozását, a bizonyos vonatkozásban tudja magát függetleníteni ennek a világnak a valóságától. Mégpedig Isten szava, Isten igéje mentén, nem a maga okosságából, nem a maga erkölcsiségéből, erről nincsen szó, hanem abból, amit az Isten ad. Adventben önmagát adja. Ez szabadít fel bennünket, hogy ne függjünk ennek a kornak a hatalmasságaitól és bálványaitól. Nincs itt alkalom és mód, hogy itt vallástörténeti előadást tartsak arról, hogy mik is voltak ezek a szeráfok. A lényeget mondom, hogy mivé lettek. Mert az ember kezében minden, még ami szent is, az is tisztátalanná lesz. Bálványok lettek. A kortárs emberek azt gondolták, hogy ezek a szeráfok, ezek meg tudnak bennünket védeni. Ebben a mai világban is nagyon sok mindenről gondolják az emberek, kezdve a pénztől, sok mindenen keresztül, hogy ezek meg tudnak bennünket menteni. Ez a megtisztulás, ez tisztán látást is jelent. Nem tud bennünket senki megmenteni, nekünk egy megtartónk van, akiről karácsony éjszakáján azt mondja az üdvözítő, született nektek ma megtartó, aki Úr Krisztus a Dávid városában. És a harmadik hangsúly, amit még mondani szeretnék, szeretett testvérek, utaltam már erre, hogy az, akit az Isten magához emel, akit megtisztít, azt minden esetben megbízza, elküldi és kijelöli a helyét. Az Úristen az, aki megbíz bennünket. Ebben a világban, ebben a mai magyar társadalomban is nagyon sok önjelölt messiás van. Én hozzáteszek egy jelzőt, álmessiás. Minden korokban voltak ilyenek, önjelöltek, akik adott esetben talán még a Biblia Istenére hivatkozva is, de azért a saját szakálukra hirdettek és mondtak valamit. Akiről itt szó van, isteni megbízás alapján cselekszik. Egészen biztos vagyok, hogy nem csak az ajka tisztult meg Ézsaiás prófétának, hanem a szíve is. És az egész elkötelezettsége az az Isten szolgálatára történő önmagának alárendelése volt. Engedni, hogy az Isten szóljon, és az Isten bízzon meg. Az Úristen, ezt is gyakran halljuk, szeretett testvéreim, nem esik ajtóstul az életünkbe. Az Úristen ad nekünk is lehetőséget és szabadságot. Abban egészen biztos vagyok, hogy az Istennek volt egy gondolata Ézsaiással kapcsolatban. Még mielőtt megszületett volna, ezt majd Jeremiás mondja, meg mi majd karácsonykor elénekeljük, hogy nem éltem még-e földszínén, te már értem, akkor megszülettél, gondoltál rólam valamit, Istenem. És az Isten gondolata az, és nem véletlenül őt választja, hogy amikor fölhangzik a kérdés, hogy kit küldjek el, akkor ez az ember azt fogja mondani, hogy itt vagyok én, és küldj el engem. Mi az ember szabadsága?
Az, hogy az Úristen midőn igent mond ránk, ő várja azt, amit az imádságaink végén szoktunk kimondani. Hogy mi azt mondjuk, hogy ámen. Hogy úgy legyen. Ez az itt vagyok én, és küldj el engem lényegileg. Ezt jelenti. Nem magamra való tekintettel, hanem rád, érted, és a te megbízásodból. Itt vagyok én, és küldj el engem. Igen, döntünk. Amikor az Isten megkeres és szólít, akkor lehet neki nemet mondani. Most én erre nem kívánok példákat hozni, hogy ilyen is van. De lehet azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, és használj engem. És a mindenható kijelöli a helyünket. Miről van szó, hogy ennek a prófétának, a mennyei Isten tiszteletről, meg a jeruzsálemi templomból vissza kell menni, konkrétan abba a szolgálati helyre, arra a szolgálati helyre, ahová az Úristen állította. Vissza kell menni a kortársak közé. Vissza kell menni a mindennapoknak a valóságába. Ahol sok álságos dolog történik, ahol az emberek bálványt imádnak, meg az emberek babonásak, meg sok mindennel foglalkoznak, törődnek, csak az Istennel nem szeretnének lényegileg találkozni. Az Isten nem kiemel bennünket ennek a világnak a valóságából, épp ellenkezőleg oda helyez be, ahol vagyunk és élünk. Az Úr Jézus mennybe menetele előtt azt mondja a tanítványoknak, hogy ott kaptok szent lelket, ahol megéliktek a mindennapot, és ott lesztek nékem tanúim. Ahol vagyunk, abban a családban, azon a munkahelyen, abban a városban, abban a társadalomban, abban a közösségben, ahova az Isten állított bennünket. Ott kapunk erőt. Szükség van az Isten erejére. Mert az Úristen elmondja már az elhívásában, hogy mekkora lesz a hatékonysága a prófétai beszédnek. Szószéken nem illik mutogatni, de azért most mutatom, hogy körülbelül ekkora. Minimális. És lényegileg a dolgok ma sem változnak, mégis, bár nagyon sokan megkeményítik magukat, az Isten bennünket használ föl arra, hogy amit ő gondol, amit ő szeretne, azt el tudja végezni ebben a világban. Onnan indultam, hogy advent végén járunk. Az advent lényegileg azt gondolom, hogy az, amiről beszéltem, az Isten előtt való megállás, az Isten szentségével és tisztaságával való szembesülés, annak az átélése, hogy ezzel együtt az Isten megtisztít és fölszabadít, és elküld és megbízást ad. Keresztelő Jánosnak az volt a megbízatása, hogy fölkészült népet állítson az Úr elé. Adja mi Urunk, hogy ebben a fölkészültségben perfektek, 100%-osak nem leszünk soha. De tudjunk előre haladni, és legyen dicsőség Istennek, hogyha ez az advent ebben erőt, támaszt és segítséget adott. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, és a 398. dicséretet énekeljük végig. Úgy kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Kegyelemnek Istene, ami tőled származik, az csak jó és tökéletes, tiszta és szent lehet. Minket is tisztának és ártatlanoknak teremtettél, szabadságra méltóztattál, és mi mégis mindnyájan a bűnnek szolgaságába eladtuk magunkat. Nincsen közöttünk csak egy is, ki a maga erején megszabadulhatna, vagy attól még másokat is megválthatna. De nagy a te irgalmasságod. Nem akartad, hogy elveszünk a mi bűneinkben, hanem megkönyörülvén elesett állapotunkon küldötted nekünk a megváltót, a szabadítót. Hála legyen neked, ó irgalomnak atya, hogy ez örömet szerezted nekünk, szent fiad, a Jézus Krisztus által, ki testbe öltözött értünk, hogy lenne szentségünk és váltságunk. Ó Jézus, ha így szerettél és kedveltél bennünket, ha idvezítőnké lettél, segíts gyöngeségünket, hogy mi is szerethessünk téged, s követhessünk, s általad lelkünk végre menjen föl a dicsőségre. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepi Isten tiszteleten. A hirdetéseket kérem, hogy tessenek meghallgatni. Az Isten tiszteleti rendet hirdetem, az elkövetkezendő két hétben nagyon sok Isten tiszteleti alkalmat tartunk. Ezek közül a következő hetet mondom el. Ma délután 5 órakor a szokott időben délutáni Isten tiszteletet tartunk. Kedden, december 24-én délelőtt a gyülekezeti karácsonyt szoktuk úgy is mondani, hogy gyermekek karácsonya, de ez az egész gyülekezetre vonatkozik, ez az ünnep. Mindenkit nagy szeretettel hívok, délelőtt 10 órai kezdettel lesz ez a közösségi alkalom. Ugyanezen a napon, 24-én, délután 5 órakor tartunk karácsony esti istentiszteletet. A szokott módon az ünnep első napján délelőtt délután, az ünnep másnapján pedig délelőtt tartunk úrvacsorával egybekötött istentiszteleteket. És hogyha az Isten éltet bennünket,
akkor az esztendő utolsó vasárnapján, mához egy hétre a szokott módon délelőtt és délután tartunk Isten tiszteleteket. Ezekre az alkalmakra mindenkit nagyon nagy szeretettel várok. Az adventi gyűjtéseink közül kettőről tudok beszámolni, örömmel és hálaadással, szeretett testvéreim. Az Tarkabarka ház lakói számára gyűjtöttünk a mögöttünk levő hetekben, összesen 168 ezer forint gyűlt egybe, ebből 148-at kifizettünk. A múlt vasárnap történt egy nagyobb szállítmánynak a házba történő megérkezése, a maradék 20 ezer forintból valamikor a tél végén fogunk egy újabb élelmiszer adományt eljutatni az ő számukra. Amiért szeretnék ugyancsak nagy köszönetet mondani a gyülekezet tagjainak, hogy tartós élelmiszert gyűjtöttünk olyan polgártársak számára, akik itt, ebben a városban, vagy annak a legszűkebb környezetében élnek. Nagyságrendileg, nyilvánvaló ez pontosan beárazni nem lehet, de mintegy 360 ezer forint értékben gyűlt összetartós élelmiszer. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy közös akció volt a Cédrus munkatársaitól és a gyülekezet tagjaitól együttesen ilyen értékben jöttek be ezek az adományok. Ezeknek a